Több hetes felkészülés és edzőmérkőzések egész sora van az Eto'o játékosai mögött, így kezdődhet a labdarúgó NB3 tavaszi idénye. A keret teljes, így itt az ideje a csapatfotózásnak is, ehhez a stadion és a játéktér a megfelelő helyszín, bár a legtöbben annak örülnének, ha mindez egy fűtött teremben történne. A tabella második helyén álló zöld-fehérek első mérkőzésüket szombaton idegenben játsszák, a jelenleg 8. Andráshida ellen. A legnagyobb rivális várhatóan nem ez a csapat, hanem a jelenlegi éllovas Érd lesz. Nyilván tudjuk, hogy 3 pontos hátrányban vagyunk az Érddel szemben, és majd játszunk velük egy kiki mérkőzésnél a 4. fordulóban. Úgyhogy nagyon nem nézegetünk magunk mögé, csak arra koncentrálunk, hogy minden meccset sikeresen behúzzuk. Ugye a felkészülési időszakban mindig magasabb osztályú ellenfelekkel játszottunk, mint amilyen osztályban mi szereplünk. Az eredményeket nézve szerintem jól sikerült a felkészülésünk, és a szakmai stáb úgy tervezte, hogy a bajnoki rajtra legyünk olyan állapotban, hogy tudjunk robbanni, úgyhogy szerintem Andráshidán jó állapotban fogunk pályára lépni, és sikerül majd győzni. A klub egyértelmű célja a feljutás a másodosztályba, mindez bajnoki aranyéremmel. A játékos keretet nézve ez reális elvárás. Ez az elsődleges célunk, hogy feljussunk, hiszen a következő szezont az Eto'nak mindenképpen a másodosztályban kellene kezdenie. Én úgy gondolom, hogy a bajnoki tabellára, aki ránéz, az egyértelműen láthatja, hogy egy ellenfelünk maradt az Érd. A Kaposvár úgy gondolom, hogy a mi szempontunkból kiszállt a versenyből, hiszen ő vele már nem játszunk, ő rajtunk már pontot vagy fogást nem tudna hozni. A többi csapat pedig olyan pont hátrányban van, amivel nem igazán hiszem, hogy veszélyeztetni tudja a mi pozíciónkat. Nekünk csak előre szabad nézni. Remélem, hogy a 3.-4. fordulóra azért fog annyit fordulni a tabella, hogy ott már az élent fog az Eto'o szerepelni, és onnantól kezdve nem fogjuk kiengedni a bajnoki címet a kezünkből. A 45 pontos Érd mögött az Eto'o 42 pontjával várhatja a folytatást. Sok minden függ attól, hogy a Győr 20. fordulóbeli ellenfele a Tatabánya el tudja kezdeni a tavaszi idényt, ha nem, eredményeit törlik, így az Eto'o hátránya 6 pont lehet.